A Vajdasági Magyar Képzőművészet napja alkalmából létrehozott Ács József Szász című kiállítás megnyitóján előbb Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa, majd Kormányos Katona Gyöngyi, az Entai Községi Tanács oktatási és művelődési ügyekkel megbízott tagja mondott köszöntőt, ezt követően pedig Benes József grafikus és festőművész nyitotta meg a kiállítást. Nagyon örülök, hogy a születésnapját, ezt a napot, ezt a november 14-ét a Vajdasági Képzőművészek napjává nyilvánították, úgyhogy ünneplünk. Az illetékesek szerint a Vajdasági Magyar Képzőművészet napja új lendületet adhat, és újra ráirányíthatja majd a figyelmet a kortárs képzőművészetre. Képesít ez bennünket arra, hogy új-jó terővel vágjunk neki ezeknek a birkózásoknak, amivel végül is a kultúra teremtődik, és hagyomány és örökség is teremtődik ezáltal. Az Ács József Szász című kiállítás, amely a Topolyai Múzeum és az Entai Városi Múzeum együttműködésének köszönhetően jött létre, jól tükrözi azt a sokszínűséget, amely Ács József életművét jellemezte. Sokrétűség és a folyamatos megújulásra való készségét jellemezte, és látunk például két 89-es alkotást, ami tudjuk, hogy utolsó néhány alkotása lehet. Ezen is látszik, hogy még a kísérletezés fázisában volt akkor is, tehát folyamatosan új és jobb iránt törekedett. Az Entai Városi Múzeumban a programsorozat folytatásaként rövidesen bemutatják majd az Ács József születésének 100. évfordulója alkalmából létrehozott katalógust, valamint az Ács Józsefről készült portréfilmet is.